Sok szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is! A Répce Running Futófesztivál Répcelak városának egyik siker története, tavaly közel 600-an vágtak neki a különböző távoknak, ami még a szervezőket is meglepte. A tavalyi év az nagy meglepetésünkre egy nagy ugrás jelentett az előző évhez képest. Ugye 151-jel többen futottak tavaly, és így 583 célba érkezőnk volt. Ez minden várakozás felülmúlt, és ilyen szempontból ez mindig meghatározza a következő évi tervezést, hogy meddig lehet növekedni, és illetve fog egyáltalán növekedni a létszám a tavalyihoz képest. Mi nem gondoljuk azt, hogy az idejében ennyivel fog nőni tavalyhoz képest a létszám, de mindenképp egy növekedéssel számolunk. Ugye mindig, amikor az ember tervez, akkor növekedéssel számol, úgyhogy mi is így vagyunk ezzel, hogy ha már 650-en lennénk, az nagyon jó lenne, a 700 az meg álomszerű, úgyhogy mi nagyjából így tervezünk az idei évre. A főszervezők már hetek óta meetingelnek, egyeztetnek, terveznek. A növekvő résztvevői létszám komoly kihívások elé állítja őket. Már az előző éveken is több mint 100 fő önkéntes segítővel valósult meg a gigantikus munka, akikre most is számíthatnak. Az eddigi jó bevált csapat az jelezte, hogy jönni fog, tehát igazából a három fő pillér, a három fő szervezet ugye a városunkban, a Répcelakért Egyesület, a polgárőrök, illetve a tűzoltó egyesület jelezte, hogy ők mindenképp jönnek, és azok a személyek, akik eddig rendelkezésre álltak, idén is jönnek önként, és segítenek nekünk, és ami örömteli, hogy egy Facebook hirdetést feladtunk, és rögtön rengetegen jelentkeztek, hogy csatlakoznának hozzánk. Erre szükség is van, mert ugye évről évre nő a létszám, és igazából mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a verseny biztonsága az egy alapvető kritérium legyen, és az útvonal biztosítás mellett ugye a futók ellátása, az étkeztetés, illetve a szomjoltás biztosítása az biztosított legyen, és ez nagyon sok emberre szükségünk van. A szervezők és az önkéntesek mellett az ikonikus támogatók és nagylelkű szponzorok teszik lehetővé a Répce Running ilyen magas színvonalú megrendezését. Önmagában nevezési díjakból nem tudnánk biztosítani azokat a díjakat és azokat a versenykörülményeket, amiket itt a verseny során biztosítunk a futóknak. Úgyhogy igen, a városi önkormányzat mellett a fő szponzoraink azok, akik az elmúlt években voltak, megmaradtak, és amellé még továbbiak is csatlakoztak. Tehát, hogy akit mondtál, ikonikus támogatóink évek óta a Linde, a Lisz és a Medvesajt mellett a Start Holding, illetve a GDL Singapur vállalatai. Ehhez kapcsolódóan ugye az Intersport kezdettől fogva velünk van, az Érsekéden is, illetve a Vőzlauer, aki az italtámogatója a rendezvénynek, és hozzá idén csatlakozott további két főszponzor, a Canoil és a Globulinks. Úgyhogy ilyen szempontból már 10 főszponzorunk van ugye a város, mint főtámogató, de nagyon-nagyon fontos, hogy tavaly már 46 szponzorunk volt összesen, és idén további szponzorok jelentkeztek, hogy még szeretnék támogatóink lenni, hisz a főszponzorok mellett a további partnereinknek, illetve támogatóinknak is nagyon nagy szerepe van, mert a verseny során 134 díjazásunk van, amelynek az értéke már az elmúlt évben is több mint 800 ezer forint érték volt, és ezeknek a támogatóknak városi, környékbeli, illetve azoknak a támogatóknak, akik már egyre messzebbről is csatlakoznak hozzánk, a segítségével tudjuk biztosítani ezeket a díjakat, és azt tervezzük, hogy minél több támogatót tudunk a rendezvény mellé állítani, annál több díjat fogunk adni, illetve az a célunk, hogy minél több, minél magasabb díjazást biztosítsunk. Például ugye ennek köszönhetően volt tavaly is az extra díjazásunk, hogy aki pályacsúcsot futott, vagy megvédte a címét, azoknak 20 000 forintos Intersport utalványt ajánlottunk fel extrába. Ezt idén is tervezzük, és ugye ezen túlmenően minél értékesebb díjakat tudunk megszerezni, és támogatnak minket, annál ezt mind-mind díjazásra fogjuk fordítani. A támogatók a rajt csomag gazdagságát is garantálják, amely szintén a Répcelaki Futó Fesztivál sajátja, egyedi extrája, ahogy az igényes befutó érem is, mely minden évben más tartalmat hordoz.
piros-fehér-zöld színbe fogjuk idén az érmünket öltöztetni. Ennek mindig van valami külön apropója, és idén az az apropója, hogy ugye a futóverseny idején fog zajlani a németországi labdarúgó Európa-bajnokság. Amikor a verseny lesz, akkor már a magyar válogatott túl lesz a Svájc és a Németország elleni csoportmeccsen, de még a skóciai mérkőzés előtt lesz. Ez támogatandó, illetve ugye a párizsi olimpia is ezen a nyáron lesz, ahol rengeteg nagyszerű magyar sportolónak tudunk szurkolni, ezért az idei évben úgy döntöttünk a szervezőcsapatunkkal, hogy ennek tiszteletére meg ennek támogatásul piros-fehér-zöld színű lesz a befutó érem. A Ripce Running azonban nem csak verseny, hanem látványosság is. Rengeteg nézőt és szurkolót vonz, akiknek a szórakoztatása szintén a feladat része volt eddig is, és most is az. A tavalyi évben színes programok álltak rendelkezésre azoknak, akik elkísérték a futókat, vagy egyszerűen csak kilátogattak ide, hiszen tudjuk, hogy ez a Ripcaraki Fesztivál keretein belül zajló esemény, és ilyenkor hála Isten nagyon sokan vannak a városban, akik csak erre az eseményre hazatérnek a családtagjaikhoz, barátjaikhoz. Tehát aki csak kilátogatni kíván, azok számára mindenképp ezeket a kísérő programokat idén is tervezzük, bemutatókkal, illetve kóstolókkal, illetve hát ugye mi a futóversenyünket a család futóversenyként apostrofáljuk, tehát hogy az a legfontosabb, hogy a család minden tagja egyrészt mind a futás szempontjából, mind pedig az itt tartózkodás szempontjából találja meg a számítását, és igazából ez a biztonságos és családbarát környezet az adja magát, hogy ezt úgy benépesítsük, hogy ez megfelelő legyen, úgyhogy az ugrálóvártól kezdve az étkezési lehetőségekig mindenkinek rendelkezésre állnak ezek a kiegészítő programok. A lényeg azonban mégiscsak a sport és a verseny. És mint minden versenynek, ennek is vannak már hősei, akik örökre beírták magukat a Ripcelaki Futófesztivál történetébe. Nos, ők is itt lesznek ebben az évben is kihívókra várva. Már vannak ikonikus versenyzőink, és ezeknek az ikonikus versenyzőknek emléket is állítunk, vagy hát megőrizzük a nevüket. Ugye a tavalyi évben először már egy győztes futó került a befutó éremre, idén is így lesz, és idén Molnár Marcell fog az éremre kerülni, aki már eddig háromszor nyerte a 22 kilométeres távot, és várja, hogy valaki legyőzze, ugye. Itt lesz Marci, most néztem ma délelőtt épp a nevezés, és az elsők között nevezett, úgyhogy Marci is itt lesz, és ilyenkor mi a győzteseket a 6 kilométer, az 1800, a 6 kilométer, a 11 és a 22 kilométer abszolút győzteseit automatikusan meghívjuk, és ingyen vesznek részt meghívott futóként a versenyünkre, úgyhogy mindenkit meghívtunk, nem senki nem jelezte, hogy idén nem fog jönni, úgyhogy ugyanúgy a többieket is várjuk. Tehát ez alap, ahogy Szekeres Annát említetted, de Liszt Máté például, aki ugye 6 kilométerre minden alkalommal nyert, Derdák Sára is, Szász Attila is, tehát azok a futók, akik már többszörös győztesei a futóversenynek, azokat idén is várjuk, és várjuk azokat, akik őket legyőzik, mert hát ők is futóversenyzők, igazi futóversenyzők, és hát ők is várják a kihívókat, úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy jöjjenek és győzzék le ezeket a csúcstartóinkat és győzteseinket. Az időpontot egy héttel későbbre tették a tanév végének tolódása miatt. A nevezési díjak nem változtak, ahogy a távok sem. Az eredményhirdetést tervezik kicsit másképp. Egy újítást fogunk eszközölni, ez azt jelenti, hogy a hosszabb távoknak az eredményhirdetését azt előbbre hozzuk, és külön megtartjuk, ami azt jelenti, hogy a 6 km, a 11 km és a 22 km-es távoknak az eredményhirdetését a 11 órai 1800 méteres futás befutója után rögtön meg fogjuk tartani, tehát a gyermekfutamok előtt már sorra fog kerülni, terveink szerint 11:30-kor ezeknek a távoknak az eredményhirdetésére, úgyhogy aki ezeket lefutotta és a jól megérdemelt pihenőjét tölti, ne kelljen már olyan sokat várniuk, és akkor megtartjuk ennek az eredményhirdetését. Ripce Running Futó Fesztivál tehát június 22-én szombaton. Nevezni lehet online és személyesen is a Ripce sportcsarnokban. Kedvezményes nevezési lehetőség április 14-ig áll a sportolók rendelkezésére, nevezni pedig június 8-áig lehet.
A rendezvény napján is van erre mód emelt tarifa mellett. Minden szükséges információ megtalálható a rendezvény Facebook oldalán. Találkozunk június 22-én Répcelakon a család futóversenyén. A Mester MD 2007-es alapítása óta azokat a kiemelkedő pedagógusokat és edzőket ünnepli, akik áldozatkész munkájukkal ösztönzik a fiatalokat a sport, a művészet és a tudomány területén, és ezzel egy időben szakmailag és emberileg is tanítványaik példaképei. A Mester MD az egyik legrangosabb hazai szakmai elismerés, melyre a tanítvány jelölheti a mesterét. A Répcelaki Rakurai Dojo közössége úgy érezte, hogy vezetőjük Sián dr. Bogdán Olivér ilyen ember, és beadták a jelöléshez szükséges pályázatot. Dr. Bogdán Olivér vagyok, idén leszek 50 éves, igazándiból karatéval 1986 óta foglalkozok, itt Répcelakon pedig most már több mint 25 éve élek. Azért lettem edző, mert igazán én azt gondolom, hogy ezt egy lehetőség adódott, hogy kipróbálhassam magam edzőnél, és abban a pillanatban meg megláttam azt, hogy ebbe egy olyan lehetőség van, amivel adhatunk és tehetünk a fiatalokért, és igazándiból egy olyan pozitív érzést adott, ami magával ragadott, és azután döntöttem el, igen, hogyha csoportot vezethetek, akkor ez nekem képeznem kell magamnak, tanulnom kell magam, és akkor így lehetek edző, és így váltam, én azt mondom, hogy az edzés tartással és a tanulással edzővé. Szóval közel 1000 gyere fordult meg majd a kezem alatt, tehát itt Répcelakon most már 14. éve folyik az egyesület, jelen pillanatban 100 fölül létszámmal dolgozunk, ennek a nagy része ez gyerek, 60, tehát minden évben 10-20-30 új fiatal érkezik. Kifejezetten nem a pénzért csinálom, tehát ez azon is gondolom, tehát ebből is látszik, tehát hogy csak a kezdőktől kérek tagdíjat, és az is csak a költségek fenntartása érdekében, tehát itt a haladók ékevese fölött nem is kérünk így havi tagdíjat. Hogy miért csinálom? Azért, mert szeretem. Mert amikor körbenézek ezekre a fiatalokra, azt látom rajta, hogy dolgozni akarnak, amikor örömmel vannak itt, amikor azért jönnek el, hogy elfáradjanak, akkor elmegyünk egy versenyre, látjuk az hogy a sikerüket, a kudarcokat, az élményüket, egy edzőtáborban, amikor beszélgetünk este, amikor kirándulni megyünk, vagy nyári táborokat, tehát ilyen nappalokat. Tehát igazándiból ezért vagyunk itt minden nap. Ha végig gondolunk azt, hogy napról lejönni, tehát tulajdonképpen heti három, az nem három alkalom, hanem itt vagyunk 4-től este 8-ig. Ha hétvégén eljövünk, külön edzéseket tartunk, versenyekre megyünk majdnem minden második hétvégén szombaton. Ezt hosszú távon azt mondja, hogy az ember elfárad, kiég, és azt mondja, hogy minek csinálja. De igazából itt lendülünk át mindig, amikor jönnek a visszaérkezések, az, hogy egy sikeres tanítvány, vagy pont egy megerősítés az, hogy egy ilyen, díjat kapunk, ez csak azt mutatja meg, hogy van miért csinálni. Bognár Léna vagyok, 17 éves vagyok, tanulok még. 6 éves koromban kezdtem karatézni. Ugye az iskolába szoktak jönni bemutatni, hogy mégis mivel foglalkozik ez a sportág. És nekem nagyon megtetszett, mivel a karate mellett én még fociztam is, néptáncoltam is, ugrálókataláztam is. És igazából a karate volt az, ami mindig megmaradt, és attól soha nem tértem el. A mesterem díjra a szülők bukkantak rá, és mondták, hogy a Siánnak a több éves munkáját szeretnék ezzel a mesterem díjjal meghálálni. És igazából ez egy nagyon nagy megtiszteltetés szerintem számára is. Nagyon örültünk, főleg a szülők mondták, hogy nem megjött már az e-mail, volt valami hír, vagy valami. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon örültünk neki, hogy hát megnyerte. A több mint 300 jelölés közül a MOL Alapítvány kuratóriuma választotta ki azokat, akiket a Mester M címre érdemesnek talált. A díjátadó rendezvényt március 28-án a Néprajzi Múzeumban rendezték meg, ahol a pályázat 13 nyertese Miklósa Erika kuratóriumi elnöktől vette át a személyenként 2 millió forinttal járó elismerést. Szívből gratulálunk Sián dr. Bogdán Olivérnek, a Répcelaki Rakurai Dojo vezetőjének, aki méltónak találtatott a címre.
Az őszi szűk, egygólos idegenbeli győzelmet követően ifjúsági kézilabda csapatunk a Vasvár együttesét fogadta múlt szombaton hazai pályán. Pápai Hanna sérülés, Sütő Hanna pedig tanulmányi elfoglaltság miatt hiányzott aznap a keretből, ezen kívül mindenkire számíthatott Kronecker-né Maráci Anita edző. A találkozó remekül indult, rögtön az elején 4 gólos előnyre tett szert a hazai csapat, és úgy tűnt, nem kell nagyon izgulni az eredmény miatt. Ám bekövetkezett a náluk ilyenkor gyakran előforduló hullámvölgy. Szerintem akkor egy kicsit már, mint hogyha a kezünkben éreznénk a meccset. Jó, az elején ilyen még nem lehet kijelenteni, csak úgy látom, amikor küzdeni kell, akkor sokkal tisztább fejjel tudnak, meg megfontoltabban tudnak játszani, és tényleg lehet, hogy az elején nem is jó, hogyha olyan nagyon jól kezdünk, mert akkor már úgy megnyugszik a csapat, és jó, becsúszik egy hiba, nem baj, még van köztel, még egy hiba, aztán akkor ebből hamar kiegyenlítenek. Pontosan ez történt, az ellenfél pedig kihasznál valaki a koncentrációjának lankadását, a játékrész közepére kiegyenlítette az eredményt. Bár fordítaniuk nem sikerült, a fél időben mindössze 2 gól volt a hazai előny. A második játékrészben lányaink már sokkal megfontoltabban játszottak, így előnyük fokozatosan és magabiztosan nőtt. Tudtam forgatni a csapatot, és bárki jött fel a pályára, szerintem valami újat tudott a játékba vinni, és a védekezést már próbáltam azért úgy stabilan tartani. A végére már az is egy kicsit más volt, mint a megszokott, de megoldották ezt is a lányok. Anita kiemelte, külön öröm volt számára, hogy minden játékosa megbízható formában játszott, és mindenki jól élt a kapott lehetőséggel. A győzelemhez, mely a végére 31-23 arányú lett, kétség sem fért. Még 4 meccse van a lányoknak a tavaszi szezonból, hétvégén a listavezető Büki TK együttesét fogadják hazai pályán, itt bizony nagyon kell majd a szurkolók biztatása. Aztán 2 hét szünet következik, majd a Szese Győr együtteséhez látogatnak, ott a győzelem kötelező lenne. Majd egy újabb 7 kihagyást követően 2 hazai találkozóval zár az IFI, a tabella elején tanyázó Celdömölk és Sárvár együttesét fogadják a Récze sportcsarnokban. Kőszegre utaztak a múlt héten labdarúgó csapataink. Az ifjúságiak mezőnyében a Kőszeg a közép mezőnyhöz tartozik, ennek megfelelően esélyesként várták a Réczelaki alakulatot szombaton. A labdarúgó szövetség honlapján azt láthatjuk, hogy dominánsan uralták a találkozót, és mindkét félidőben 4 gólt szereztek. A Réczelaki csapat becsületbeli találatát Nagy Kozma Máté rúgta. A felnőtt gárda a tabellán éppen a Réczelak előtt pozícionált, ezért 6 pontos meccsre lehetett számítani. Az MLS honlapja szerint a 7. percben megszerzett hazai gólra 2 percen belül válaszoltak a vendégek Pinezics László révén, és úgy tűnt, kiegyenlített játék folyik. A félidő vége előtt 3 perccel azonban újra megszerezte az előnyt a hazai alakulat. A második játékrész viszont abszolút kőszegi győzelmet hozott. További 4 gólt szereztek, melyre a réczelakiak 1 találattal tudtak válaszolni, melyet Krétai Béla neve mellé írhattak fel. Ezzel a 6-2-es eredménnyel otthon tartotta a győztesnek járó 3 pontot a Kőszeg, ezzel 7 pontosra növelte előnyét az 5 követő réczelak előtt. Hétvégén a Bozsok látogat Réczelakra, akik az U19-es korcsoportban a Kőszeghez hasonló játékerőt képviselnek, a felnőtt tabellán pedig a mezőny elejéhez tartoznak. Nincs jó szériában U14-es labdarúgó csapatunk, persze ehhez az is hozzájárult, hogy az utóbbi hetekben bajnoksága éllovasaival találkozott. A múlt heti nagyarányú kőszegi verességet követően szerdán hazai pályán csaptak össze a sárvári Foci FC együttesével. Összességében azt láthattuk, hogy a réczelaki játékosok abszolút partiban játszottak, tudásuk semmivel nem volt az ellenfelénél kevesebb. Talán a hit és a bátorság volt az, amiben a sárvár jobbnak bizonyult,
és a döntetlenre végződött első félidőt követően a második játékrészben megszerzett 3 góllal elvitték a pontokat. Most talán kicsit könnyebb időszak következik, jövő héten az éppen mögöttük pozícionáló Lukács háza látogat Répcelakra, aztán pedig a középmezőnyhöz tartozó Bükk lesz a srácok ellenfele idegenben. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért, információkért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Képújságot és a Répce TV Facebook oldalát. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra! A Répce TV szerkesztősége tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répcelak város önkormányzatának és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat. Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket, ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virágajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargáné Klebik Hajnalka a Bindvíd Szépség stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia az ERT nagylelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo üzlet, a Prima Optika és a VIS Trans hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horváth Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Köszönjük a CRS Group Kft.-nek a dekoratív és kényelmes munkaruházatunkat. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink a Rába Patyi tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyek Centrum és Matracház, az Emmer Ablak, az Ínyenc Húsbolt, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük a támogatást!